Továbbra is egészségügy. Ha sztrókon esik át valaki, akkor valóban életbevágó kérdés, hogy milyen gyorsan kap diagnózist és ellátást. Egy mesterséges intelligenciára épülő szoftvernek köszönhetően mérhetően gyorsult az agyi érkatasztrófán átesett betegek ellátása a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikáján. Már itt van velünk a stúdióban dr. Gunda Bence adjunktus, de előbb következzen Miskolcról Bétóth Erika körképe sztrókon átesett betegekkel és orvosukkal beszélgetett. Hogy érzi magát? Köszönöm szépen, jól. Kórházban beszélgetünk, mióta tartózkodik itt? 10 napja. Mi történt? Reggel ilyen szédülést éreztem, kicsit elgyengült a jobb oldalon, akkor kihívtuk a közvető orvost, és a házi orvost, és ő beutalt ide. És megállapították, hogy sztrókot kapott? Egy ilyen érelzárodás volt itt a nyakamnál, és a másik oldalon meg szűkület volt, ide betettek a katéterrel egy hálót, és ebben megoldódott. És akkor most már jobban érzi magát? Most már jobban tetszik látni, azért járkálok is már, meg azért mozog azért ez az oldalam, jobb oldalon is. Mert eddig a jobb oldala nem mozgott? Le volt lassulva, akkor úgy mondom. Stresszes életet él? Hát elég. Amikor ez a rosszul léte volt, gondolt arra, hogy esetleg sztrókja lehet? Kicsit gondoltam, de elhesettem magamtól. Családban volt-e már olyan, akinek sztrókja volt? A édesanyámnak volt. Miskolcon működik az ország egyik legnagyobb stroke központja, intézménye. Dr. Valikovics Attila ennek az intézménynek a vezetője. Hány stroke-os beteget látnak el, gyógyítanak itt évente? Körülbelül olyan 3200 akut stroke-os beteget kezelünk, gyógyítunk fekvő betegként, és évente olyan 8-9000 beteget gondozunk stroke kapcsán. A stroke-ról tudni kell, hogy egy agyi érkatasztrófa, amelyiknek egy 80-85%-a az agylágyulás, tehát az isémiás sztrók, amikor egy vérrög vagy valami más okból egy adott agy terület nem kap megfelelő mennyiségű vért. Ez gyógyíthatatlan? Nem gyógyíthatatlan. És 15%-a pedig az agyvérzés, amikor megreped egy ér. Na most az agylágyulásos folyamatokban van egy bizonyos része, egy 10-20%, amelyik halálos, túlélteknek pedig egy 30-40%-a valamilyen maradványtünettel gyógyul. Ez lehet mozgáskorlátozottság, lehet beszédzavar, vagy akár lehetnek pszichés következmények, mint a posztrók depresszió, vagy posztrók demencia. Önnek nemrégiben agyvérzése volt. Milyen előzménye volt? Mit érzett? Előtte éreztem olyat, hogy hétig nem aludtam. Hétig szinte kiviradatig fel voltam. Akkor éjszaka mentem ki a WC-re, 1 óra volt, és én 2-t láttam, ilyen fényes csíkok. Ennek nem tulajdonítottam nagy dolgot, már még álmos vagyok, arra gondoltam, hogy még álmos vagyok. Visszamentem, aztán reggel megint ébredtem, készíteni akartam a gyereket az iskolába, még dolgozni akartam indulni. Ismét ugyanaz, semmi nem változott. Ugyanúgy nem láttam, 2-t láttam, hogy szédültem is, és hány ingerem is volt. És akkor mondtam a férjemnek, hogy hát én nem látok, ez valami nem stimmel. És azt mondja, hogy pihenjél itthon, azt mondja, nem jössz dolgozni. Fájdalma nem volt? Nem fájt semmilyen? Nem. Az az érdekes, hogy a fejem az nem fájt, pedig én elég nagy fejfájós vagyok, de most nem fájt. Nem szűnt ez a kettős látás, aztán elmentem délután orvoshoz, mondta, hogy azonnal mentő. Vérnyomásom 120/80 volt, nekem az mindig jó. Nem szokott magas vérnyomása lenni? Soha. Nagyon régen, ezelőtt 20 évvel volt magas vérnyomásom, mikor még a vére voltam. Azóta 110, vagy 80, vagy 90, így volt a vérnyomásom. Ez volt a furcsa nekem is, hogy kapok agyvérnyomásom. Érzést. Aztán csináltak egy CT-t, úgy a lábamon elmentem, már nem engedtek fölállni. Azt mondták, nem állhatok föl, meg sem mozdulhatok semmi. Arra mondták nekem, hogy hát ez egy agyvérzés. Bétóth Erika összeállítását hallották, a stúdióban pedig itt van velünk a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának adjunktusa dr. Gunda Bence. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánunk! Kezdjük az alapoknál. Stroke egyenlő agyvérzés? Nem, általában a köznyelvben agyvérzésként szerepel minden hirtelen neurológiai tünetcsoport, amit mi stroke-nak hívunk, de ezeknek tulajdonképpen csak maximum 20%-a, ami valójában az agyállományba bekövetkező vérzés, 80% pedig az, ami agyinfarktusként ismert, a szívinfarktus analógiájára egy agyi ér elzáródásából adódó. Tehát nem kireped és vérzik, hanem egyszerűen eldugul. Így van, és az agy nem kap vért, tápanyagot, és akkor fokozatosan elhal. És mi váltja azt ki?
hogy eldugul, hogy nem jut az agyvérhez. Mi az, ami indukálja ezt az egészet? Az esetek nagy részében egy vérrög zárja el az eret. A vérrög az származhat a szívből, vagy a nyaki nagyeregből. És a vérrög mitől alakul ki? Hát a vérrög az ugye, ez is egy kardiovaszkuláris betegség csoportba sorolható kórkép, tehát civilizációs betegségnek tekinthető a magas vérnyomástól, a nem megfelelő táplálkozástól, magas vérzsírszinttől, egészségtelen életmódtól változnak úgy meg a szervezetben a viszonyok, hogy egyrészt rögösödés kialakulhat, kialakul érelmeszesedés, a meszesedett erekben könnyen alakul ki vérrög, vagy valami olyan szívbetegség, akár strukturális szívbetegség, akár szívritmus zavar talaján alakulhat ki vérrög, amikor nem megfelelően pumpál a szív, pang a vér, és könnyebben beolvod. Amikor én sztrókot kapok, akkor azt feltétlenül és minden esetben azonnal észreveszem? Durva tünetei vannak, vagy pedig lehet ez egészen lightos is, hogy, mint hogyha elhomályosodott volna a látásom, mondjuk, vagy szóval vannak-e enyhe tünetek? Igen, lehetnek enyhe tünetek. Néha a szakembereknek is nehéz felismerniük a sztrókot, ezért is van nagy jelentősége a szofisztikált képalkotó módszereknek, hogyha legalábbis gyanú felmerül, akkor meg tudjuk mondani, hogy tényleg erről van szó-e vagy sem. De azt mindenképpen említeném, hogy a sztrókok nagy része azért viszonylag jól felismerhető, és a féloldali végtagi bénulás, a szájnak a féloldali elhúzódása, vagy a hirtelen kialakuló beszédzavar a legjellegzetesebb tünetek. A érelzáradásból adódó sztrókoknak a döntő többsége valami ilyesmit okoz, tehát féloldali tünetet. Ilyenkor az időfaktor mennyiben számít? Az időfaktor az mindig nagyon fontos minden sztrók esetében, csak nyilván, ha könnyebben fölismerjük, akkor könnyebben cselekszünk. Itt minden perc számít, ugyanis mondjuk egy nagy érelzáródás esetén azzal számolhatunk, hogy percenként kb. 100 000 idegsejt hal el. Mindez azonban fájdalmatlan, tehát a nagy különbség az agyi infarktus és a szívinfarktus között, hogy a szívinfarktus általában mellkasi fájdalommal jár, tehát alarmírozó, az ember rögtön tudja, hogy baj van és mentőt kell hívni. A sztróknál viszont nem így van. Sok esetben azt gondolják az emberek, hogy majd elmúlik ez a bénulás, vagy ez a szájelhúzódás, vagy esetleg ez a féloldali látótérkiesés, holott nem ez várható, ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, tehát nem az ügyeletest, nem ügyeletre menni, nem házi orvos, mi egymást tanácsot kérni, hanem azonnal mentőt hívni akut sztrók gyanújával, és a mentő tudni fogja, hogy hol van a legközelebbi sztrókellátóhely. És akkor az a mesterséges intelligencia, amit elkezdtek használni, a sztrók kezelésében, felismerésében, diagnosztizálásában? Melyik területen nyújt segítséget? Melyik fázisban nyújt segítséget? A diagnózisban. Ehhez egy kicsit még mondanék a sztrók ellátás hátteréről egy-két dolgot, hogy megértsük, hogy mi a jelentősége a mesterséges intelligenciának. Ugye, mint láttuk, minden perc számít egy ilyen ellátásban, tehát nagyon gyorsan és nagyon komplex döntéseket kell hozni a sztrókellátás során. Fontos azt tudnunk, hogy az akut sztrókellátás az egyik legjobb példája az orvosi csapatmunkának, mert ma már általában nem egy-egy ellátóhely, hanem egészségügyi hálózatban történik az ellátás, és ezért több adott esetben egymástól távol lévő szakember kell, hogy együttműködve döntést hozzon, tehát tipikusan sürgősségi orvos, neurológus, radiológus, intervenciós, tehát katéteres szakember és idegsebész involvált a döntésben, és mindezt nagyon gyorsan kell csinálni, tehát ha most a gyakorlati kivitelezést nézzük, akkor a beteg kórházba érkezésétől számítva egy 30-60 percen belül meg kell születni a terápiás döntésnek, úgy, hogy adott esetben 3-4 egymástól távol lévő szakember kell, hogy konzultáljon egymással. És ebben a hát nagyon nehéz logisztikai szituációban jelent nagyon nagy segítséget egy mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszer, ami a diagnózist segíti. Nem a diagnózist mondja meg, itt ez talán félreérthető volt, tehát a diagnózist az orvos mondja meg, ő állapítja meg, hogy a betegnek sztrókja van. De a képalkotó kiértékelésében segít ez a mesterséges intelligencia. Ez egy döntéstámogató rendszer, amivel sokkal gyorsabb és magabiztosabb döntést lehet hozni.
az orvos keze alá dolgozik, és a társszakmák közti információ megosztásban is segít. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a kommunikációban segít egy rendszer. A képalkotás, hát az, gondolom, hogy az eddig is voltak képalkotó eljárások. Ez a szoftver, vagy a mesterséges intelligencia, ez gyorsabban, vagy jobban, vagy pontosabban észreveszi, hogy ott a vérrög? Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy működik a szoftver, hogy elkészül a betegnek a képalkotó vizsgálata, döntő többségében egy CT vizsgálat, és ezek a képadatok, ezek befutnak egy külön szerverre is, ami aztán körülbelül 30 másodperc alatt földolgozza az adatokat, visszaküldi a helyi rendszerbe, és ott azonnal látható mindenki számára, akinek a helyi rendszerhez hozzáférése van. Eddig ez úgy volt, hogy megcsinálták a CT felvételt, és ezt a lámpa felé tartotta az orvos, és nézte. Már nem a lámpa felé, hanem a monitorján nézte, de így van, tehát akkor a radiológus nekül, és szépen lassan elkezdi kiértékelni a dolgokat, amit ugye ilyenkor ki kell értékelni, az, hogy hol van a károsodás, milyen kiterjedésű, hol van érelzáródás, annak milyen keringési következményei vannak, illetve hogy mekkora még megmenthető agyszövet, ami alapvető fontosságú a terápia szempontjából. Hogyha mindezt alaposan kiértékeli az ember, az még a legjártasabb szakembereknek is egy 10-15 perces munka. Ez meg 30 másodperc. Ez meg 30 másodperc, tehát egyrészt nagyon gyors, másrészt a másik nagy előnye, hogy ez a 10-15 perces kiértékelés, ez a témában jártas szakemberekre vonatkozik, aki kevésbé jártas, annak egyrészt hosszabb idő lehet, másrészt nagyon nagy egyéni különbségek vannak tapasztalattól függően, ez pedig egy standardizált minőséget biztosít, tehát akármelyik kórházba, akármilyen időszakban, ügyeletben érkezik egy beteg, ugyanazt a standard minőségű képalkotó kiértékelést nyújtja a program, tehát gyors, standard minőséget ad, és hát egy másodlagos előnye, ez már nem a mesterséges intelligenciához kötődik, hogy azonnal megosztható a társszakmákkal, okostelefonon, webes felületen, tehát mondjuk a katéteres szakember a másik kórházban azonnal a zsebében lévő telefonon megnézheti az eredményeket, tehát gyakorlatilag egy virtuális konziliumot biztosít a rendszer, és így minden sokkal flottabbul működik. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarország valamennyi kórházában már segíti a munkát? Nem, nem, egyelőre még nem. A Semmelweis Egyetemen, illetve Budapesten még az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben működik az e-rendszer, és néhány nagyobb vidéki központban, mint Pécset, Kaposváron, úgy tudom, hogy Debrecen is igyekszik ebbe bekapcsolódni. Tehát elsősorban azokban a centrumokban működik, amik a stroke ellátás, mondjuk így, hogy zászlós hajói vagy fellegvárai. Viszont mivel mondtam, hogy a stroke ellátás egy hálózatban képzelendő el, tehát ezek a csúcsintézmények azok, ahova a többi központból úgynevezett primer ellátóhelyekről referálják a betegeket, ott megtörténik egy elsődleges szűrés, valóban stroke-ja van, olyan beavatkozásra van szükség, ami helyben nem elérhető, akkor ezek a betegek tovább mennek a következő centrumba, és nagyon jó volna, hogyha a primer ellátóhelyeken is megvolna ez a program, egyrészt a gyorsasága, a megoszthatósága miatt, másrészt az, hogy akkor tulajdonképpen, ha ez országos szinten elterjedne, akkor országos szinten egy standardizált minőséget lehetne a stroke ellátásba bevezetni. Én azt gondolom, hogy mivel jelenleg tudomásunk szerint ez egy kiemelt kormányzati téma, a mesterséges intelligencia, esetleg kaphatunk erre támogatást majd a jövőben. A kutatásfejlesztés felerősödésével. Ugye a mesterséges intelligenciáról azt mondják, hogy az tanulni képes. Itt is erről van szó, hogy minél több képet elemez ez a bizonyos szoftver, annál pontosabb vagy annál jobb lesz a diagnózis, amit felállít? Így van, igen, ez az úgynevezett deep learning, tehát, hogy minél többet csinál, minél többet lát, annál többet tanul, és annál pontosabb. És akkor utána mi következik? Megvan a diagnózis, és akkor most már visszatértünk talán a mesterséges intelligencia területéről, a stroke ellátás területére. Mennyi idő alatt lehet megszüntetni ezt a vérrögöt, vagy újra vérellátást biztosítani az agy érintett területének? Azt mondanám, azt érdemes megjegyezni, hogy a károsodás az néhány órán belül fordítható vissza, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkenthető. Ha ez a néhány órás... Ugye negyed óra, mi kér a mentő, mondjuk maximum negyed óra, ugye ez az elvárás, hogy negyed óra alatt érjen ki bárhová a mentő, nagyjából negyed óra alatt beviszi a pácienst, reméljük, a adott kórházba, létre megcsinálják a CT-t, az nem tudom mennyi idő, de körülbelül nagyjából egy óra múlva, tehát a riasztástól számítva egy órán belül már lehet diagnózis az orvos kezében? Adott esetben igen.
hogy mondjam, az idő meghatározó lépés az az, hogy mikor kerül a beteg a kórházba. Tehát akármilyen mesterséges intelligenciánk van nekünk, ha a beteg nem ér be időbe a kórházba, akkor mindegy, mert akkor már kicsúszik abból az időablakból, hogy kezelni lehessen. A képet, igen. Ha csak hogy konkrétabb számokat mondjak, a standard kezelési időablakok, azaz intravénás vérrögoldásra 4,5 óra, a katéteres vérrögeltávolításra 6 óra. Tehát tünetkezdettől számítva ennyi időn belül kéne megkezdeni a kezelést ahhoz, hogy abból érdemi javulás várható legyen. Mivel nagyok az egyéni különbségek abban, hogy kinek milyen gyorsan alakul ki az irreverzibilis károsodás, tehát a vissza nem fordítható károsodás, ezért bizonyos egyéni mérlegelés alapján akár később időpontban is lehet kezelni, de ez már még szofisztikáltabb képalkotó eljárásokat igényel. Ez most nem ennek a mesterséges intelligenciának a témaköre. Hajlamosak vagyunk ugye azt gondolni, hogy a stroke elsősorban az idősebb korosztály betegsége. Tehát azért ez ugyanúgy érint, vagy érinthet fiatalokat. És a kérdéshez még azért azt tegyük hozzá, hogy a férfiak vagy a nők a veszélyeztetettebb csoport? Általában a férfiak, mint a kardiovaszkuláris betegségek nagyobb részében, bár összességében tulajdonképpen több stroke történik nők esetében, mert hogy ők általában tovább élnek, és jellemzően az idősek betegsége, tehát mivel több idős nő él, mint férfi, ezért több nőt érint a stroke ilyen szempontból. A fiatalokat érintő kérdésére pedig azt mondanám, hogy azért továbbra is elsősorban inkább időseket érint, de vannak olyan hát egzotikusabb betegségek, amik fiatalokban is sztrókhoz vezethetnek, véralvadási zavarok, vagy valamilyen érrendellenesség, érgyulladás, vagy szívbetegség. Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy van-e olyan betegség, ami vonza sajnos, vagy egy ilyen társult betegségként kapcsolódik a sztrókhoz? Hát a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorokhoz kötődik leginkább, tehát dohányzás, magas vérnyomás, vérzsírok, mi egymás. A fiatalokban mindig más, ritkább bajokat keresünk. És akkor így tértünk vissza az első témánkhoz, a táplálkozáshoz. Köszönjük szépen, hajrá mesterséges intelligencia, és hát reméljük, hogy minél több helyen, minél hamarabb elérhető lesz, valóban életeket menthet. A Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának adjunktusa dr. Gunda Bence volt a vendégünk. Köszönjük szépen!